A park közepén álló 12 méter magas zászló már messziről hirdeti a település identitását, magyarságát. Mellette több szimbólum tanúskodik ugyanerről. A 7 tölgyfa csemete a 7 magyar vezérre utal, a 6 méter magas kettős kereszt mellett pedig a park központi eleme egy bazaltömb, ami Nagy Magyarországot szimbolizálja. A tér ezentúl a település összejöveteleinek, ünnepeinek helyszíne lesz. Újudvariak büszkék magyarságukra, és minden esetre a valamennyi történelmi hőseinkre és történelmi cselekedeteket végrehajtott emberekre emberek előtt szeretnénk tisztelegni, és szeretnénk emlékezni minden állami ünnep alkalmával. Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország, gyönyörű, mint a nagy világ. Az emlékpark avatása alkalmából látogatott vissza Újudvarra Szűcs Imre helyettes esperes. Kedves újudvariak, 16 évig voltam itt lelkipásztor. És visszatekintve erre a 16 évre, én itt és most főt, fejet hajtok az újudvariak előtt. A helyettes esperes beszédében arra utalt, a településnek van jövője, áldozatos munkájuknak, múltjuk tiszteletének köszönhetően. A kisközösségek erejét hangsúlyozta beszédében Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő. Hála Isten, nagyon sok ilyen kezdeményezés van, és nagyon sok ilyen ünnep van ebben a térségben, hisz tegnap talán 3 olyan településen voltam, ha jól számolom, ahol hasonló jellegi ünnepséget szerveztek, ahol azért ünnepeltek, mert valamit alkottak, és a végén lezárásképpen összejöttek értékelni a munkát, és örülni annak a munkának, annak az eredménynek, amit közösen elértek, nem beszélve arról, hogy egy alkalmat is tudtak teremteni arra, hogy beszélgessenek és jól érezzék magukat az emberek. Én azt hiszem, hogy nagy szükség van erre a mai világba. A nemzeti színű szalag átvágását követően Molnár Attila plébános áldotta meg az újudvari történelmi emlékparkot. A község lakói ezt követően a tér szomszédságában lévő temetőben adtak hálát. A beruházás keretében ugyanis a temetőt szintén felújították.